hamar a családok kedvelt szállodájává vált a sóstói Pangea Hotel. Nyáron jellemzően 4-5, évközben 2-3 éjszakára érkeznek ide a vendégek. Sokan az állatpark közelsége miatt választják ezt a szálláshelyet. Főleg főszezonon kívül sok üzletember is felkeresi a Pangeát, többen közülük a megyében működő külföldi gyárak szakemberei. Számukra speciális csomagot kínál a szálloda, amely 2019-ben 2 elismerést is bezsebelt. Egy ingatlanfejlesztési díjat több szálloda előtt hoztuk el ezt Budapesten, a FIAPSZI magyar tagozatának a díja volt. 6 szálloda indult a szálloda kategóriában, és az Hotel Pangea nyert. Egyébként csak érdekességként jelzem meg, hogy több kategóriában összesen 30-an pályáztak, és mi voltunk az egyetlen vidéki, aki nyert. Egyébként fővárosi ingatlanfejlesztések győztek. Ez azt is jelenti, hogy a nemzetközi versenybe is elindulhatunk. A másik elismerés a szállás.hu szavazása volt, amelyen másodikak lettek a 70 szoba alatti szállodák kategóriájában a látogatók voksai alapján. A Pangea céges rendezvényeknek és szakmai eseményeknek is otthont adott 2019-ben. Konferenciatermének köszönhetően ezek megrendezésére is lehetőség van. A 2018-as nyári szezon végén megnyitott hotel nyereséggel zárta első üzleti évét, azért pedig, hogy ez a folytatásban is így maradjon, több fejlesztéssel készülnek az új esztendőben. Nagyon kedvelt a pihenőkert, újabb fejlesztések lesznek, ott játékok a jövőt illetően, meg a dínós játszótér, az mindenképpen fontos, illetve a házba is apróbb érdekességeket tervezünk. De hát még ez egy egyéves épület, úgyhogy őszintén szóval még nagyon sokan nem látták, és sokaknak így is újdonság lesz, de átalakítjuk az éttermet egy picit. Ahogy praktikum kívánja, ahogy látjuk most már a látogatóink igényeit. Mint az igazgató elmondta, az utcán sétálók közül is egyre többen jönnek be például meginni egy kávét, megebédelni, vagy csak szétnézni az impozáns épületben. Az itt megszállt vendégek pedig szeretnek hozzájuk visszatérni, ami véleménye szerint nem csak a különleges hangulatnak és környezetnek, hanem az itt dolgozóknak is köszönhető.